Dombováron a szuvai sportcsarnok adott helyet az Apáczai Csere János Technikum diákjainak szalagtűzőjéhez, ahol megtelt a lelátó a végzősök családjaival, barátaival. Az eseményen a település többi oktatási intézményének képviselői mellett az önkormányzati képviselők közül is többen megjelentek. Jelenleg nálunk 4 végzős osztályunk van, 84 diák fog most ebben a tanévben végezni. És ez egy nagyon jeles esemény az iskola életében, pláne, hogy ilyen nagyszabású rendezvényt már nagyon régen csináltunk, úgyhogy most nagyon készült rá mindenki. A kollégák is nagyon kemény feladat volt a szervezés, a logisztika, hogy ezt így összehozzuk. Azért ez a helyszín, mert ez tud olyan mennyiségű embert befogadni, amivel most terveztük a rendezvényt. Egy rövid köszöntő után a 11. évfolyam fog tartani egy kis műsort, utána jönnek a tűzések, majd pedig a végzősöknek a táncai, és van egy nagyon speciális, hagyományos eleme ennek a műsornak, az pedig az, hogy a végzősök felkérik utána a szüleiket táncolni, és ezzel fog zárulni az esemény. Utána pedig egy nagyon jó hangulatú és egy nagyon vidám szalagtűző bál fogja a kezdetét venni. Ez ilyen hajnali 1 óráig fog tartani terveink szerint. A szakközépiskolai tanulmányok végét jelző szalagot az Apáczaiban az osztályfőnökök tűzik fel diákjaik számára. Iskola szinten egységes szalagot tűzünk mindenkinek, de az osztályfőnökök döntik el, hogy ez milyen legyen. Én bízom a szép érzékükben, és általában nagyon szép szalagokat szoktam választani. A sportcsarnok ünnepi díszbe öltözött az alkalomra. A munkából sokan kivették a részüket, amivel megfelelő hangulatot teremtettek a végzősök életében oly fontos eseményhez. Ez a kollégáknak a munkája volt, elég régen nekiálltak már, hogy ez így nézzen ki. Elég sok munkahelyet belefektettek, és tényleg nagyon ügyesek, és azt gondolom, hogy tényleg ez a dekoráció méltó lesz az ünnepséghez. Mint minden iskolában, itt is megvan a szalagtűzőtánc hagyománya. Az utolsó éves diákok hosszú heteket áldoztak arra, hogy elsajátítsák a koreográfiát. A táncoknak a betanulásához profi tánctanárok segítenek bennünket. Szinte az összes diák fog táncolni, tehát vegyes táncok lesznek, nem csak kifejezetten külön osztálytáncok. A fiatal felnőttek életében egy fontos esemény a szalagtűző, amire sokat készültek az apácaisok is. Csinos ruhát öltött mindenki, hogy igazi legyen az ünnepi hangulat ezen a fontos napon. Nagyon jó érzés itt állni, nagyon sokat készültünk, tehát rengeteg munkánk van ebben a műsorban, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy már végzős diák lehetek, várom a továbbtanulást is. Én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre szeretnék menni továbbtanulni, és bűnügynyomozó szeretnék lenni. Ugye rendészeti is tanuló vagyok, és ez nekem az álmom. Én úgy gondolom, hogy minden ember életében ilyen csak egyszer adódik, úgyhogy ez egy emlékezetes nap mindenki számára. Én izgulni még nem izgulok. Majd, hogyha elkezdjük, akkor lesz. Készültünk az év kezdete óta nagyjából. Az ünnepélyes tűzést a 11. évfolyam műsora előzte meg, akik egy dalválogatásba bújtatott paródia mellett az iskolai mindennapokat is megidézték a végzős társaik számára. A végzősök dalokkal készültek a számukra felejthetetlen eseményre. Az Apáczai Csere János Technikum 12. évfolyama büszkén viseli a szalagot a tavasz végi ballagásig.